Ebben a videóban Budapest egyik legfiatalabb közúti hídját és egyben az egyik kedvenc építményemet, a Rákóczi hidat vagy régebbi nevén Lágymányosi hidat fogjuk górcső alá venni. Amennyiben foglalkoztat benneteket e közel sem szokványos megépítési háttérrel rendelkező híd története, tartsatok velem! A Rákóczi vagy régebbi nevén Lágymányosi híd Budapest egyik legfiatalabb Dunahídja, mely a Petőfi híd tehermentesítésére épült 1992 és 95 között a Duna, 1643,1 folyamkilométerénél. A közel 500 méter hosszú, 30,6 méter széles, 6 hídnyílással, 4 sávos útrendszerrel és 2 darab villamossínnel ellátott acélgerenda híd a főváros Lágymányos nevű kerületét köti össze, a Hungária körgyűrű déli szektorával a Könyves-Kálmán körúttal, valamint Buda fejlődő városrészeivel, a Szerémi és Budafoki úttal, melynek mellesleg helyét már a 19. században kijelölték az imént említett Duna szakaszon. Az eredetileg az Expo 96 címzetű világkiállításra készült, vasbetonból előállított központi egységgel ellátott, gránit burkolatú építmény az összekötő vasúti hídtő szomszédságában épült meg, tervezője pedig Szigray Tibor. Szerkezetét a Dunaferr-Lőrinci Hengermű Kft. Gyárában készült durva acéllapok alkotják, a gyártásért és a lemezek összeszereléséért a Ganz Acél szerkezeti vállalat, az építkezésért pedig Györfi István felelt. A híd a pesti hídfőjénél 25, a budain pedig 16,6 méter hosszúságú cölöpökön nyugszik, melyek egyenként másfél méteres átmérővel rendelkeznek, és hozzájuk a hídfőkön 8 méter hosszúságban kiegyenlítő acéllemezek csatlakoznak. A rendkívül bonyolult építési háttérrel rendelkező híd építő elemeinek kivitelezési fázisa több helyszínen, például Mátranovákon és Budapesten valósult meg, összeszerelésével pedig Pestről Buda irányába haladtak. Ugyanezt a technikát követték később a pilonok építésekor is. A 3 évig folyó kitartó munkálatok végül 1995-re hozták meg várva várt gyümölcsüket, ugyanis még ennek az évnek őszén sikerült átadni a közúti forgalomnak. A Lágymányosi híd volt Magyarország legelső olyan Duna hídja, amely szakított a kultúrával, és ahelyett, hogy történelmi szeméről nevezték volna el, utalásképp földrajzi helyzetére úgy döntöttek, az előzőleg említett nevet adják neki. E néven egészen 2011-ig volt nyilvántartva a Duna hidak listáján, amikor is egyre inkább felmerült az igény arra, hogy ne a földrajzi elhelyezkedés határozza meg nevét, hanem történelmi szeméről legyen elnevezve. Ennek érdekében több választható nevet is felhoztak, mint például Szent László, Szent István és Mátyás király, azonban végül egyik név sem nyerte el a bizottság tetszését. Ennek köszönhetően döntöttek végül jelenlegi neve a Rákóczi híd elnevezés mellett, amely döntés végső soron az indokolta, hogy a Földrajzi Névbizottság egyhangú voksot tett le amellett, hogy a híd az ország egyik leghíresebb fejedelmi családjáról, a Rákócziakról kapja legújabb elnevezését. A másik kardinális pontot fennállásának legelső szakaszában a villamospálya kiépítése jelentette a városvezetés számára, hiszen az átadást megelőző próbaterhelést kizárólag közúti járművek bevonásával tudták kivitelezni, így bizonytalanok voltak abban, hogy bírni fogja-e a villamosok által ránehezedő nyomást, amennyiben átvezetik rajta az egyes villamos sínpályáját. Ennek köszönhetően történt meg az, hogy 2015-ig a 103-as jelzésű autóbusz szállította az utasokat, mivel ez idáig nem került sor a sínek lefektetésére.
A bizottság azonban újabb terhelési próbára bocsátotta a hidat, amelynek céljából 1000 tonna összsúlyú járművel, azaz 4 villamossal és 20 teljesen megrakott teherautóval ellenőrizte teherbírását. A sikeres kísérletet követően végül 2015. március 20-án átadhatták a villamosvonal immáron meghosszabbított részegységét a forgalomnak. A Lágymányosi híd megépítését követően azonban az idő múlásával bebizonyosodott, hogy a festésére alkalmazott anyag hibás, így a híd egészéről elkezdett lehámlani a festés. A további hámlás megakadályozásának érdekében 2011 őszén újra lefestették pilonjait és korlátjait, a hídszerkezet alsó részének kivételével, ugyanis meghagyták az eredeti hámlófestést. 2013-ban újabb problémával szembesültek vele kapcsolatban, ugyanis a tükrös reflektoros rendszerrel kiépített világítása elhasználódott, a pilonok tükrös részéről lepergett a foncsor, ami miatt a megvilágítása mindössze csak 10%-a volt az átadáskori értéknek. A világítás korszerűsítő munkálatai épp ezért még ez év tavaszán elkezdődtek, melyek során az 5 darab 35 méter magas pilon oldalanként összesen 60 darab Philips Indal Luma típusú LED fényszórós világítást kapott. Előzetes felmérések alapján a fényszórók élettartama előre láthatólag 24 év, fogyasztásuk pedig az eredeti világítás fogyasztásának mindössze csak felét teszi ki. Remélem érdekesnek találtad ezt a videót. Ha igen, ne felejts el lájkot nyomni, illetve feliratkozni csatornámra, hogy mindig első kézből értesülhess a legújabb tartalmakról. Találkozzunk a következő videóban is. Sziasztok!